zökkenőmentesen, tehát az út, ugye felszálltunk az akadémián a buszra, és Bécsből jöttünk közvetlen járattal Madridba. A becsekkolásnál minden rendben ment, ahogy az lenni szokott. Éjfélre értünk a szálláshoz, még vacsora, úgyhogy nagyjából ilyen fél egy körül került mindenki az ágyba. Hát nem volt nagy gond az alvásra, mert mindenki hullafáradt volt az utazástól. Gondolom mindenkiben motoszkál az, hogy ma azért nem egy szokványos mérkőzésünk lesz, de szerintem ugyanúgy kell rá készülni, mint az összes többire. Mit vársz a Real Madrid ellen ma? Volt szerencsém ugye tavaly is játszani ellenük, és ott bebizonyosodott, hogy egy igen jó csapat ellen mérkőzünk, de engem és szerintem a többieket is ez csak feldob, hogy egy ilyen kaliberű ellenfél ellen tudunk játszani, úgyhogy mindenképpen egy jó mérkőzést várok ma. Neked ez egy rangadó lesz, hiszen? Hiszen Atletico Madrid drukkár vagyok, ugye ez is egy plusz drukkot ad, hogy úgymond a nagyvárosi rivális ellen tudok mérkőzni, úgyhogy ez plusz öröm lenne, hogyha sikerülne őket felülmúlni.